Szeretettel köszöntöm Önöket, a Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. Vállalkozó, futó, az egészséges táplálkozás híve, és mindehhez édesanyja. Azt hiszem, a mai műsorban van miről beszélgetnünk Csabai Rékával, akit már lehet, hogy sok mindenkinek nem kell bemutatni. Szia Réka, köszöntelek a műsorban. Hát ugye egy pár dolgot most itt felsoroltam. Egyre többet lehet mostanában olvasni rólad különböző felületeken, ugye városi portálokon. Nem véletlenül foglalkoznak veled annyit, hiszen ugye, ahogy elmondtam, van egy egészséges életmód, egy táplálkozási forma, amit te előnyben részesítesz, és valamelyest hirdeted is. Az életed is ugye ebből áll, a foglalkozásod is ebből tevődik ki, és hát ugye egészségesen próbálsz élni, ehhez pedig egy sport is járul, és ugye, ahogy mondtam, hát édesanyja is vagy, tehát azért nem lehet egyszerű a dolgod. Nekem egyébként egy film jut erről eszembe, van ez a film, a Csak tudnám, hogyan csinálja, nem tudom, ismered-e? Nem, ez pont na, majd mindenképpen nézd meg, mert lehet, hogy magadra fogsz ismerni. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogy indult nálad az életedben ez az egészséges életmód, egészséges táplálkozás, egy életmódváltással, ha jól tudom. Igen, ez egy érdekes dolog volt, ez tényleg így az égből jött, hogy nem kellett sosem semmilyen diétát követnem, nem kellett fogyókúráznom, nem voltam beteg, és kezembe került egy könyv, Szendi Gábornak a Paleolit táplálkozás című könyve, elolvastam, becsuktam, és azt mondtam, hogy ez számomra hihető, és így fogom csinálni, így fog táplálkozni. Egyébként valakinek, akit nem, hát úgymond nem érdekel, vagy nem kell, hogy diétázzon, hogy kerül a kezébe egy ilyen Szendi Gábor könyv? Voltak rendezvények, amiket szerveztünk annak idején, és ott az egyik rendezvényen láttam meg, belelapoztam. Tehát egyszerűen magával ragadott, mint hogyha a sors tudta volna, hogy ez lesz a hobbim, ez lesz a foglalkozásom, ez lesz az egész életem, oda tette elém a könyvet. Elolvastam, és azt mondtam, hogy ez úgy, ahogy van, számomra hihető, hogy amire ki lettünk találva evolúciósan, ami a természetes étrendünk, úgy kell táplálkozni, és az nagyon sok mindent befolyásol. És akkor szépen elkezdtem én saját magam otthon bevezetni, leültem a gyerekekkel, és mondtam, hogy holnaptól akkor így fogunk táplálkozni, nem iszunk tejet. Akkor még kicsik voltak? Nem iszunk gabonát. Igen, ez 2009-ben volt, tehát ez egy 8 éves történet. Most 14-19 évesek a gyerekek, tehát akkor kicsiknek számítottak. Nem tetszett nekik nyilván, készítettek egy videót, ahol megénekelték, hogy mennyire szörnyű sorsuk van. De aztán természetesen nem erőszakosan vittem őket ebbe az irányba, hanem otthon próbáltam olyan ételeket főzni, ami a kettő között van, hogy ugyan nincsen benne tej, de nagyon hasonlít a hagyományos táplálkozás, mondjuk brokkoli egy bolognai mártással, sajta leszorva összesütve, azt nem tudták, hogy paleo, de végül is az volt paleo. Most egy picit álljunk meg ezen a ponton, mert lehet, hogy sok nézőnk nem tudja, mi az, hogy paleo, vagy legalábbis hallottak róla, na meg ugye azt is tudjuk, hogy a Szendi Gábor féle elméletet régebben, inkább most szerintem azt mondom, hogy régebben még nagyon sokat vitatták, de szerintem egyre elfogadottabb ez a történet, ugye most már nem is kell egyébként szerintem kimondani azt, hogy paleolit diéta, hiszen már annyiféle érzékenység van, ami miatt az emberek rákényszerülnek arra, hogy ilyen és olyan fajta diétákat szerint táplálkozzanak. Tehát maga a paleolit táplálkozás az mit jelent? A paleolit táplálkozás tulajdonképpen az evolúciósan kialakult optimális étrend, amit kicsit tévesen paleónak hívunk, de nem az ősemberek alapján mondjuk ezt, hogy a paleo étrend jó, hanem a mai élő természeti népek adják a mintát hozzá. De ez a beceneve, hogy paleo, paleolit táplálkozás, tulajdonképpen ez arról szól, hogy nem fogyasztunk gabonát, nem fogyasztunk gyorsan felszívódó szénhidrátokat, rizs, burgonya, kukorica, kristálycukor, nem fogyasztunk tejet, tejterméket, nyilván étolajat, margarint és hüvelyeseket. Igazából tényleg, amikor ez az egész bejött 2009-ben, akkor még egy ilyen csodabogárnak számított ez az egész dolog. Most már a legtöbb
diéta, vagy egészségtudatos étrend erre alapul. Tehát ez az alapja az összesnek, talán a hüvelyesekkel vagyunk egy kicsit különlegesebbek. Uh-huh. De szinte mindenki azt mondja, hogy a finomított szénhidrátokat, azokat ki kell hagyni. És egyébként amikor te rátértél erre, hát nyilván nem gondolom, hogy egészségi problémáid vagy súlyfelesleged lett volna, de miben változott meg az életed? Mit tapasztaltál? Lett-e valami jobb? Hát energiám az több lett. Tehát azt határozottan éreztem. Azt hiszem, hogy első, aki nem beteg, az nem annyira érzi a változást. A betegeknél jön nagyon gyorsan a változás. Tehát vannak, akik 30 évig küzdenek egy-egy dologgal, és egy hét alatt megoldódik, csak mert mondjuk a glutént kivonja a szervezetébe, vagy az étrendjéből. Igen, azt hallottam mondjuk, igen, hogy nagyon sok autoimmun betegség is ezáltal meg tud szűnni. Amit igazából, ahol láttam, a gyerekeimnél. Tehát a fiam mondjuk ételérzékeny lett, és ahogy kivontuk határozottan, céltudatosan, mert őket hagytam, hogy ahogy jól esik nekik, úgy egyenek, szépen letisztult a bőre. A lányomnál pedig a kilók, azok a hormonnal együtt érkeztek, és aztán nagyon szép alakot kapott, amikor hús, zöldséggel levet, gyümölcsöket, tehát egyből tudta, hogy mihez kell nyúlni. Ugye azt mondtad is, hogy picik voltak, vagy hát kisebbek voltak, még a gyerekek fiatalabbak voltak. Annak idején az orvosok például volt, hogy mondjuk meg kellett velük beszélni, hogy hogyan táplálkoznak a gyerekek, volt valami ellenvetés? Mert ugye a gyerekeknél, a fejlődő szervezetnél azért én is találkoztam azzal, hogy igen, csak nem helyeslik, hogyha egy gyereket mondjuk diétáztatják. Ugye nem is nevezném ezt diétának, ez egy étrend. Tehát, hogy ez nem egy gyógyétkezés, hanem az ember természetes étrendje. Hogyha azt nézzük, hogy évmilliókig valahogy táplálkoztunk így, tehát azt tettük, ami a környezetünkben megtalálható, a kicsi gyerek is azt tette, meg a felnőtt is azt tette, és ehhez képest mondjuk 10 000 éve a földműveléstől és az állattenyésztéstől kezdve változott meg, és főleg az utóbbi 50 évben változott meg az étrendünk, az egy kis szempillantás az egész emberiséghez képest. Tehát alapvetően így nőttek fel a gyerekek is. Uh-huh. Nem nagyon voltak betegek. Tehát, na igen, ezt akartam kérdezni, hogy ugye akkor egészségügyileg minden alátámasztotta azt, hogy hát az ő fejlődésükkel nyilván minden rendben van, és így hogy soha van, nem volt akkor probléma. Na, hát minimális megfázások voltak, és azokat otthon jól tudtuk kezelni. Mondtad, hogy ugye akkor néhány dolgot ki kellett venni az étrendetekből, és mi az, amivel mondjuk tudjátok helyettesíteni? Nyilván azért azt is neked is meg kellett tanulni az elején, hogy mi az, amit tudsz használni, mit nem, milyen ebédeket tudsz letenni ugye a család elé, azért az nem mindegy, és nem könnyű. A paleolit táplálkozásnak a maga egyszerűségét is érdemes megtartani. Tehát nem kell mindig mindent helyettesíteni, nem kell átfordítani a nyugati étrendet a paleo étrendre, hanem a maga természetességében kell élvezni. Tehát, hogy a húst zöldségköretekkel, salátával, nem kell ugyanazokat a süteményeket lesütni paleósan. Vannak, akik szeretik ezt a dolgot megcsinálni, de őket is arra biztatom, hogy az egész étrendjüket változtassák meg, ne le akarják fordítani az egészet. Én mondjuk nagyon monoton módon étkezem, és én ezt szeretem és bírom, tehát nekem 9 éve lágytojás a reggelim, és hús. Minden nap? Uh-huh. Uh-huh. Igen, nagyon, nagyon szeretem, és kenyér nélkül. És akkor egy ebéd például? Az ebéd az... Hát az általában bent, amit a munkahelyemen, ugye abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ami körülöttem van, azt tehetem, és vacsorára szoktam valamilyen húst sütni, általában natúr, én nem panírozok, és akkor hozzá valami zöldségkeretet, de nálunk teljesen természetes az is, hogy almát szelek a hús mellé, uh-huh, köretnek. No, és akkor a család ezt elfogadta, és teljesen elégedettek most azóta már igen, is. Most már igen, tehát most már ők is látják a sok eredményét, hatását annak, amit bevezettem. Hát eleinte volt táblákkal tüntetés otthon a gyerekek részéről, de aztán megoldódott. Tehát amikor a saját bőrükön tapasztalták, hogy a lányom kamaszként nem pattanásos, akkor azért hálás volt. Uh-huh. És hát ugye
az, hogy ezt az életmódot, ezt a változtatást felvállaltad, az ugye egy új életet is hozott az életedbe, hiszen ezzel kezdtél el foglalkozni, egy vállalkozásba kezdtél, ami most már hát nagyon jó lábakon áll évek óta, jó sok éve már, és ugye hát ezen kívül, azon kívül, hogy ugye nálatok meg lehet vásárolni az összes alapanyagot ehhez az étkezési formához, vannak főző tanfolyamaitok is, most már tanítjátok is ezt. Így van, így van. Tehát azt a saját tapasztalatomból indultam ki, elkezdtem ezt az egész életformát, és nem tudtam tanácsot kérni senkitől. Jó, még akkor nem volt az interneten ilyen információ áradat, hogy akkor mit tegyek, mit, mivel helyettesítsek, hogyan csináljam. És azt gondoltam, hogy akkor, amikor nyitok egy ilyen üzletet, akkor nagyon fontos, hogy megtanítsam az embereket arra, hogy jó, de hogyan, és mi a módja, és milyen trükköket, és mit teszünk. A mai napig elhangzik még ez, jó, de akkor most mit teszel, most akkor hogyan, hogy csinálod? És nagyon hálásak érte, hogy van egy ilyen konyha, ahol megtanulhatják a legalapvetőbb dolgoktól, tehát a kenyérsütéstől elkezdve a komplett menüig mindent készítünk. Ugye a kritikus pont az a kenyér elhagyása. Tehát arra van a legnagyobb igény, hogy jó, de hogyan csinálunk paleó kenyeret. És akkor például paleó kenyeret milyen alapanyagokból lehet maglisztekből készíteni? Maglisztekből készítjük, megvannak a trükkök, a citromlé, a citrom, hogy hogyan kell hozzáadagolni, és akkor nagyon-nagyon hasonló kenyerek készülnek már. Tehát régen még ilyen fekete lepények voltak, és most ahhoz képest már ízre, állagra, kinézetre nagyon gusztusos kenyerek vannak. Fogyasszák az emberek, hogyha szükséges, de inkább struktúrálják át az étkezésüket. Tehát, hogy legyen tojás a tányéron, felvágott paprika, és akkor egy nagyon vékony kenyér. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy szendvics, két szelet kenyér közé valami kis halovány gépsonka, hanem azok legyenek inkább túlsúlyban. Egyébként így a környezetedet most a családon kívül mennyire próbáltad így a tapasztalatod alapján átformálni? Vagy, hát ugye azt mondtam a műsor elején, hogy hirdeted is valamelyest ezt az életmódot. A legjobb átformálás az a jó minta. Tehát, hogy így soha nem próbáltam senkit, sőt, inkább mindenki jött azzal, hogy fú, akkor most mamutot eszel, meg fűszoknyát hordasz, meg nem tudom. És akkor, ahogy látták, hogy hogy élek, mennyi mindent csinálok, milyen energikus vagyok, így egyszer csak elkezdték kérdezgetni, hogy jó, de akkor most akkor a kenyér helyett mit, a tej helyett mit, és akkor azt láttam, hogy egyszer csak megjelentek nálam a boltba, és vásárolták az alapanyagokat. Tehát, hogy... És most a futással is az a célom, hogy egy mintát mutassak, és megmutassam, hogy milyen energikusan lehet élni, hogyha odafigyelünk a táplálkozásunkra. Na, erről majd még beszélünk egy kicsit később, most még arra lennék kíváncsi, hogy ugye mennyire nehéz, mennyire volt egy kutató munka fel megtalálni azt az összes alapanyagot, amit ugye te beszerzel és hozod ugye hát a követőinknek, vagy követőidnek. Most már könnyű, most már vannak nagy kereskedések, meg vannak a kisebb gyártókhoz az utak, egyre többen foglalkoznak tiszta élelmiszerek előállításával. Az elején még kicsit nehéz volt, ott ami átlendített engem az egészen, az a hit volt, hogy annyira hittem ebben az egészben, hogy ez jó lesz, és hogy jót közvetítek az embereknek, hogy... Ha szimplán csak üzleti alapokra építem, akkor lehet, hogy be kellett volna zárnom, de annyira hittem, hogy amit képviselni akarok, az jó lesz, hogy nyitva voltam, még egy gyártó, még egy cukrász, aki ilyet készít, kísérletezzük ki magunk a kenyeret, készítsük el mi magunk itt helyben, és aztán most már szerencsére olyan gazdag a bolt, hogy aki bejön, az azt mondja, hogy fú, hát így nem is nehéz ezt a táplálkozást betartani. Igen, mert hát most már azért most a mai már napon van, tényleg a süteménytől nagyon elkezdve. Nagyon sokféle, rengeteg termékünk van. Ilyen pékség is van. Vagy igen, hát helyben sütjük őket, igen. És azt is minden áldott nap ti magatok készítitek frissen? Minden nap az volt a célunk, hogy a boltot kiszolgáljuk mindig frissen. Szerették volna már mások is országosan ezt elvinni, de azt mondtuk, hogy nem, a mi vásárlóinknak mi megsütjük úgy, ahogy mi gondoljuk, nem nagy üzembe. Nem kisporolva az anyagokat, hanem finoman, frissen reggelente ott vannak.
és várják őket a glutén, tej, sokszor tojásmentes termékek. Egy másik kényes kérdés egyébként ezt illetően, hogy mindig ugye nehéz az, hogyha az embernek egy különleges diétára kell rászokni, hogy ugye az ára az nem olyan egyszerű. Tehát, hogy egy kicsit mindig drágábbak ezek a termékek. Mondjuk én azt szoktam mondani, mert ugye mi is a gyermekeimmel hasonló cipőben járunk, hogy inkább kifizetem, és nem a gyógyszertárban hagyom ott az árát. Hát erre készültek összehasonlító táblázatok, hogy valóban drágább-e vagy nem. Tehát két oszlopba fel lett sorolva, hogy ha paleósan vásárolok, mennyibe kerül meg, hogyha nem paleósan, és veszek egy almalevet, meg rizst, meg egyébeket, akkor mennyibe kerül. Sok összehasonlítás készült, és látszik, hogy nem drágább a paleolit táplálkozás. Az lehet, hogy drágább, hogy mind a kettőt veszik. Uh-huh. Az lehet, hogy drágább. És az is megerősít ebben, hogy nagyon sokan járnak be a boltba, akik minimálbérből paleóznak. Uh-huh. Tehát lehet ezt csinálni, az egy kicsit nagyobb rákészülést igényel, otthon készítik el, nem nálunk veszik meg a süteményeket, de lehet csinálni. Tehát azt gondolom, hogy ez elsősorban kifogás. A másik akkor, amiről uh-huh. már elkezdtünk beszélni, ugye az életedben azért bejött egy újabb szerelem, ami viszont a mozgáshoz kapcsolódik, a futás, de hát előtte már ugye más is volt, sok-sok féle mozgásformát kipróbáltál, például uh-huh. a táncot is. Így van. Ha az ember egy kicsit rálát erre az evolúciós életre, hogy hogyan éltek régen az emberek, akkor látja azt, hogy a tánc is, a futás is, a táplálkozás is egy természetes forma. Tehát, hogy azért is megyek valószínűleg ebbe az irányba, mert a tánc az egy annyira ősi ösztön. Így aztán ugye a latin táncokat kezdtem el, azt 4-4,5 évig táncoltam, és most átvette a helyét a futás. Igen, a futásban viszont most már egyre több sikert érsz el. Ugye tegnap is egy versenyen voltál. Így van, igen. Mesélj egy picit erről, hogy jött, és hogyan jutottál el odáig, hogy most már versenyekre jársz? Hát véletlenszerűen került az életembe a futás. Korábban is futottam, de nagyon keveset, és inkább csak stresszoldásnak. Zenével a fülembe, ahogy szoktuk látni a parkba futókat. És aztán az egyik kedves ismerősöm fedezte fel, hogy ez nekem jobban megy, mint az átlagnak. És elkezdtem komolyabban venni, és elmentem egy versenyre, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy mit tudok, és ott kapásból aranyérmet nyertem, és ez nekem igen. is pont olyan meglepetés volt, mint a környezetemnek, és hogy olyan gyors volt a fejlődésem, ott tartottam rövid idő alatt, mint ahol a 10 éve futó emberek. Tehát, ez köszönhető lehet a táplálkozásodnak? Szeretném hinni, hogy igen. Tehát, hogy annyira jó az anyagcserém, a vérkeringésem, az izomzatom, a tüdőm, hogy egyszerűen vitt előre, és kevésbé fáradtam el. Viszont volt egy baleseted is, vagy hát egy ilyen kisebb sérülésed ezzel kapcsolatban. Igen, és valószínűleg ez is összefügg azzal, hogy olyan gyorsan fejlődött az minden körülötte, tehát a tüdő, az anyagcsere, az izomzat, hogy ugye a csontunk az, ami a utoljára veszi fel a terhelést, és tehát az az, ami legnehezebben fejlődik hozzá a komolyabb terheléshez, és volt egy fáradásos törésem a csípőcsontomba, mert hogy nem tudta lekövetni ezt a gyors fejlődést. És de szerencsére... Azért nem tört a kerékbe a futókarriert? Nem, hát ott akkor ott megnézettük a csontsűrűségvizsgálat, minden volt, de átlag feletti, tehát nem iszom tejet, és átlag feletti a csontsűrűsége. Az viszont árulkodik arról, hogy igen, nem feltétlen egy, kell a tejet fogyasztani. Jó lehetőség volt, hogy bebizonyítsam, uh-huh. hogy én nem iszom évek óta tejet, és mégis teljesen rendben van a csontsűrűségünk, mert hogy ugye nem a tejből nyerjük elsősorban a kálciumot, hanem uh-huh. inkább a zöld uh-huh. növényekből, diófélékből, fehérjéből, D-vitamin, K-vitamin. És a tojásból, amit napi szinten fogyasztasz. Így van, igen. Na és akkor ebből felépültem, és januárban újra kezdtem futni, és futottam a Halesparkba, róttam a köröket, és oda is a sors küldött nekem egy embert, a Honvéd Szondinak a szakosztály vezetőjét, aki az edzőm lett azóta, és ő az, aki felkészít most már versenyekre, edzésterveket ír, rengeteg segítséget nyújt abban, hogy ilyen eredményeket érjek el.
Hogy zajlik egyébként egy ilyen versenyre a felkészülés? Mennyi időt vesz igénybe, mennyivel előtte kezdtek el felkészülni magára a versenyre? Hát a felkészülés az folyamatosan tart, tehát hogyha én kihagyok egy-két hetet, akkor visszaesek borzasztóan, tehát mindig kell a futás. Egy héten négyszer futok. Most annyi fér bele az időmbe, jobb lenne, ha többet tudnék, de most ennyi fér bele. Mindenféle típusú edzés van. Vannak hosszú-lassú futások, vannak gyorsító edzések, megvan, hogy a hét melyik napján hogyan kell csinálni. És akkor eddig, hogyha eredményekről tudunk beszámolni, akkor mit tudsz mondani? A tegnapi is egy külön élmény volt, hiszen egy fél maratont futottál, ugye? Igen, igen, eddig én az 5-7 kilométernél tartottam, 10 kilométereket futottam időnként. Korosztályosban szinte mindig aranyérmet nyertem, de sokszor abszolútban is első-második hely lettem. És hát tegnap az egy különleges nap volt, hogy a fél maraton, mert hogy még sose futottam 21 kilométert egyben, tehát darabokban, hogy 10 kilométert, 7 kilométert, igen, de hogy egybe 21-et, és ezt így két napja találta ki az edző, hogy akkor menjek, mi lenne, ha megpróbálnánk. És nagyon nagy élmény volt már maga a futás is, meg az is, hogy nagyon jó eredménnyel végeztem. Tehát első félmaratont tényleg egy ilyen rövid futó múltal 2 óra alatt nem nagyon szoktak lefutni, és nekem 1:48 alatt sikerült, amire nagyon büszke vagyok. Hát akkor ezt külön is gratulálunk. Köszönöm. És akkor hát még azért egy kérdésem azért lenne, itt a műsorunk vége felé közeledve, hogy mindezt az egészet, mint édesanya, mint vállalkozó, mint futó, mindent hogy tudsz egybesűríteni? Hogy jut mindenre időd? És még a legjobb is. Az a mondat, hogy csak csináld. Tehát, hogy csinálni kell. Megvan a rendszer az életemben. Szeretem a munkám, imádom a munkám, szeretem a futást, szeretem a gyerekeim társaságát, és így akkor megy magától minden. Tehát akkor így nem gond. Persze vannak fárasztó napok, nehéz napok, vannak kétségek, de kinek nincs. Mondjuk, ha egy napodat kell nézni, mondjuk a mai napodat, az miből áll? Hát most ugye egy kicsit más, mert hogy költözködünk az üzlettel, és akkor ez egy kicsit megnehezíti a helyzetet. A reggelek az enyémek, akkor tudok egy kicsit, mert 10 órakor nyitunk, és akkor tudok egy kicsit magammal foglalkozni. Az egész nap a munkáról szól, tehát akkor azt abszolút jelen vagyok a vállalkozás életében, csinálom, ötletelünk, a munkatársaimmal végigbeszéljük a napot, és este van az edzés, és utána vannak a gyerekek, de gyakran már, hála Isten, elkísérnek az edzésre ők is. És hol az egyik, hol a másik fut velem. Tehát akkor a gyerekeknek mindenképpen jó példát mutatsz. Igen, igen, remélem. És hát én azt gondolom, hogy szerintem sok fehérvári hölgynek, elsősorban hölgynek, de szerintem mindenkinek jó példát mutathatsz. Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked még, és hát halljunk rólad egyre többet. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!